Nem csúszott ki a hatóságok kezéből a koronavírus terjedésének ellenőrzése, közöltek edden az ENSZ főtitkára. Azt azonban Antonio Guterres is elismerte, hogy a világot veszély fenyegeti. A betegségben közel 2000-en haltak meg eddig. Nem hiszem, hogy a helyzet kicsúszik ellenőrzés alól. Szerintem ez egy hatalmas probléma, amelynek erős válaszra volt szüksége Kína részéről. Remélem, hogy a betegséget sikeresen megfékezik. De ez egy nagyon nehéz helyzet, a veszély pedig hatalmas, és erre fel kell készülnünk világszerte. A Yokohama kikötőjében vesztegzár alá helyezett Diamond Princess üdülőhajó utasainak egy részét szerdán kezdik evakuálni. Tudósok szerint az üdülőhajó Kínán kívül a járvány gócpontja, és az utasok elkülönítése nem volt tökéletes. Élünk és jól vagyunk, mondja ez az utas. Nem használunk Twittert, de a YouTube-on jelentették az emberek, hogy olyan híresztelések vannak Twitteren, hogy nagyon rosszul vagyunk. Ez teljes hülyeség. Kínában mindeközben több mint 80 klinikai vizsgálatot kezdtek a koronavírus gyógymódjának megtalálására. Tesztelik azt is, hogy a fertőzésen már átesett betegekben termelődött antitestek segíthetnek-e az új fertőzötteken a betegség leküzdésében.